Sziasztok! Örülök, hogy ismét itt vagytok velem. Zero Waste otthonunkban a mindennapok során minden területen igyekszem a hulladékot minimalizálni. Így van ez a dekorációk elkészítésénél is, amelyeket többnyire szeretek én magam csinálni. Szinte minden nap kávéval kezdem a reggelt. Ezt pedig a kovász felfrissítése követi. A kovász felfrissítése a reggeli rutinom része. Reggeli után úgy gondoltam, hogy készítek valamilyen klassz kis dekorációt. Az ötlet nem sajátom, nagyon sokszor a Pinteresten inspirálódok és keresek újabb és újabb ötleteket. Ez a fali dekor is innen származik. Annyi különbséggel, hogy én minden egyes porcikáját itthon megtalálható alapanyagokból szedtem össze. A kertünk méretéhez képest elég sok nagy fa van a kertünkben, kicsit olyan, mint egy pici erdő. Van közte egy csavart fűz is, aminek az ágai nagyon különlegesek tudnak lenni. A csavart fűz lehullott ágai közül választottam egy jó pofa darabot. Ezt akár így is lehet hagyni, de hogyha lecsiszoljuk, és utána például napraforgóolajjal vagy lenolajjal átkenjük, akkor kicsit más lesz a megjelenése. Előszedtem az évekkel ezelőttről megmaradt fonalakat és kötelet, spárgát, mert ez mind-mind szükséges lesz majd a dekoráció elkészítéséhez. Most nyers gyapjú fonalat és maradék biopamut fonalat fogok használni. Egyszerű makramé csomózással és fonással függőket készítek. Erre a kisebb foágra 3 darab függőt készítettem. Már csak annyi maradt hátra, hogy a fürdőszoba ajtaja fölött fölhelyezzem. Az eredménnyel viszont olyannyira elégedett voltam, hogy készítettem egy sokkal nagyobb foágból a hálószobába is egy nagyobb, hasonló dekorációt. A
Ha tetszett a videó és inspirálónak találtátok az ötletet, akkor megköszönöm, hogyha egy lájka lesz jelzitek felém, illetve hálás vagyok minden megosztásért és feliratkozásért is. Köszönöm, hogy ezen a vasárnapon is velem tartottatok. Egy hét múlva igyekszem újra jönni. Szokásos időpontban 2-kor. Sziasztok, szép napot nektek!